Pázmándon a Spájz Egyesület szervezésében a Manó vendégházban tartották meg a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal interaktív fórumát, amelyen a résztvevő kistermelők tájékoztatást kaphattak a vidékfejlesztési programról és az őstermelőket érintő rövid ellátási lánc helyzetéről. Példaértékű a kezdeményezés mindenképpen, hogy a kistermelők megismerhessék jogaikat, megismerhessék azokat a forrásokat, ami egyre rövidebb utat mutat nekünk, vásárlóknak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen találkozó megteremti annak a lehetőségét, hogy a jövőben valóban ez az élelmiszerlánc egyre inkább rövidüljön. Nagyon fontosnak tartja a magyar kormány az, hogy a vidékfejlesztési programon belül a kisvállalkozások, a mikrovállalkozások is olyan forrásokhoz jussanak, amelyel saját maguk termelési szerkezetét tudják javítani, fejleszteni tudjanak. És nagyon fontos az, hogy a kistermelők, a mezőgazdasági kistermelők piacra jutását is tudja ugye segíteni. Nagyon kevés információval rendelkeznek Fejér megyében sajnos a kistermelők arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztési és milyen társulási lehetőségeik vannak. Ugyanis a vidékfejlesztési programban van egy külön feladat ezzel kapcsolatosan, egy felhívás, amely rövid ellátási lánc felhívás alatt megy, és a rövid ellátási láncnak a lényege az, hogy egy konzorciumot hoznak létre, amellyel segítik a piacra jutását minden egyes kisvállalkozásnak, mikrovállalkozásnak, agrárvállalkozásba természetesen. Ezek agrárvállalkozásoknak az 5 éves időtan fenntartási időszak alatt ki kell dolgozniuk egy olyan piacra jutási folyamatot, amellyel a tagok, a minimum 5 tag szükséges hozzá, piacra jutását segíti. Itt természetesen nem csak a úgymond szó szerinti piacra kell gondolni, hiszen ma már Magyarországon az online piacra jutástól kezdve ugye a kosár technikával piacra jutó és árusító kisgazdákról van szó, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ezek a kisvállalkozások vidéken tényleg versenyképesek lehessenek, ahhoz minél rövidebb úton kell azokat a piaci helyeket megtalálni, ahol a kereskedő és a fogyasztó ugye találkozik. A másik nagyon nagy előnye ennek a rövid ellátási láncnak, hogy a minőség garanciája az ott van rögtön a rendszerben, hiszen találkozik a vevő, a fogyasztó, találkozik a termelővel, és így, úgy mint Székesfehérvár a Jancsárkerti piacon, vagy bárhol másról kisebb piacokon, de itt személyes kapcsolatok alakulnak ki, és ez garancia úgymond a minőségre, az áruval kapcsolatos minőségre. A kiadvány egyértelműen fogalmaz, azt hiszem, hogy ez egy remek szlogán, erős vidék, stabil jövő. Ehhez viszont feltétlenül szükségesek azok a kistermelők, azok az őstermelők, akiket helyzetbe kell hozni, ahogy tetszik. Azt hiszem, hogy a vidékfejlesztési program alkalmas rá, de mennyit érzékelnek ebből akik a kistermelők, illetve az őstermelők piacra dolgoznak? Hát igazándiból folyamatosan próbálunk termékekkel, jó minőségű termékekkel a piacokon megjelenni, a vásárlóknak igényeit kielégíteni, így igyekszünk, hogy piacon tudjunk maradni. Hát a fejlesztések szerintem hogy most fognak eljönni az ideje, megpróbálunk minél jobban, minél tájékozottabbak lenni és a lehetőségeket kihasználni, amik adódnak. Beszéljünk a termékskáláról, hiszen korán sem mindegy, hogy egy szövetkezés, egy társulás milyen termékeket szán a piacra, hogyan tudják ezt értékesíteni, hiszen nyilván ez az alapja annak, hogy megfelelő minőség és mennyiség is kerülhessen a vásárlók elé. Így van, ez megfelelő minőség és a mennyiség ez mindig fontos. Mi a Pázmán és Pájz Egyesületünk egyenlőre még mindig ott tartunk, hogy tehát amit megtermelünk saját magunknak, ugyanazt adjuk a vásárlóknak, de még nem főállásúak vagyunk, tehát mindenkinek van saját állás, egy másik bevételi lehetőség, és így az őstermelő, kistermelő ez a másodállás, de szeretnénk följebb lépni, tehát minden igyekezetünk azon van, hogy még többet tudjunk minőségben és mennyiségben is a vásárlóknak, hogy egész éven át kitartson a termékeink. A piacteremtő szándék az nyilván tetten érhető, de hogyan lehet eljuttatni, hogyan lehet piacot találni
tavasztól a következő tavaszig? Hát ez mindig elég nagy fogós kérdés, tehát vagy stabil piaci lehetőségeket kell nekünk is fölkutatni, de mivel említettem, hogy még nem főállásunk a kis termelés, őstermelés, így különböző vásárokon, rendezvényeken, vagy az mi egyesületünk tart egy-egy rendezvényt a vásárlóknak, hogy megismerjék termékeinket kóstolással egybekötve, hogy meg is tudják kóstolni, és így el tudják dönteni, hogy megfelelő a termékünk, és így tudnak vásárolni. Amikor helyi piacokat látogatunk meg, akkor mindig eszembe jut a székelyföldi szlogán. Helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Azt hiszem, hogy ez most már Magyarországon is elterjedt, annál is inkább, mert hogy egyre inkább teret kap a helyi piacok, a termelői piacok hazánkban is. Székesfehérvár, illetve Fejér megye jó úton jár ez ügyben, viszont a szaktárca intézkedései, a vidékfejlesztési program mennyiben segíti elő, hogy egyre több őstermelő juthasson el termelői piacra szervezett keretek között? Azt kell, hogy mondjuk, hogy 2010 óta rengeteg dolog történt Magyarországon, hiszen több olyan jogszabály is született, ami ezt elősegíti. Egyrészt ugye a kis termelők a saját feldolgozott terméküket a piacra tudják vinni, és ezt látjuk is, mert országszerte egyre több termelő jelenik meg, nagyon-nagyon jó termékekkel, nagyon sok kreatív és új termékkel, mint zöldségkrémekkel, gyümölcskrémekkel, feldolgozott lekvárokkal, de már megjelentek a péksütemények, és hústermékek is, úgyhogy azt kell mondani, hogy nagyon széles a paletta. A másik pedig, ami nagy segítség, ez a rövid élelmiszerláncok, a konkrét szervezése, akár ugye mint támogatási oldalról, mióta tudjuk, hogy a 2014-2020-as programban a rövid élelmiszerlánc egy konkrét program lesz, amit támogat a tárc és támogat az Európai Unió, azóta Magyarországon is beindultak a szervezkedések, és egyre több termelői csoport jelenik meg, akik azt mondják, hogy igen, nekik van mit a piacra tenni, van mit az asztalra tenni, és ők szeretnék ennek a keretében megvalósítani. Miként lehet stabilizálni ezeket a termelői csoportokat, hiszen az őstermelő általában forráshiánnyal küzd. Elegendő forrás biztosít-e a vidékfejlesztési program ehhez? Többféle lehetőség van, korábban jelentek meg pályázatok, diverzifikációs programok, megjelent nyáron a rövid élelmiszerlánc program, ugye ennek a keretében is kifejezetten a kistermelőknek a piacra jutását segíti elő ez a pályázat, de ezen túl is vannak olyan pályázatok, amik nem csak a termelőknek, hanem akár az önkormányzatoknak, akár a köztes szereplőknek, szervezeteknek segítenek. Ilyen volt mondjuk a területi operatív programban az agrologisztikai vagy agrárlogisztikai központoknak a létrehozása, amivel több megye is élt. Ugye ez azt teszi lehetővé, hogy nem csak a piacok tudnak fejlődni, hanem akár mondjuk a szupermarketeken, a helyi élelmiszer láncokon keresztül megjelenés is megjelenhet az országban. Miként tud a szaktárca önök együtt dolgozni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, hiszen az új szolgáltató központok is többek között azt a célt szolgálják, Lámic, Sárbogárdon, ami negyedik az országban, hogy a helyi gazdák, és nem csak a nagy gazdákra gondolok, a helyzetbe kerülhessenek. A szaktárca rengeteget, nagyon-nagyon sok egyeztetés van, számos olyan kezdeményezés született már meg az elmúlt 2-3 évben, hogy akár az élelmiszer, közös élelmiszer pontok, közös termelői pontok megjelenhessenek. Dolgozunk azon, hogy a termelők többféle módon tudjanak piacra jutni. Ugye nagyon nagy probléma, hogy például a bevásárló közösségek egyelőre még nem tudnak teljesen legális formában működni, nem tudják a saját termelőik termékét a piacra juttatni. És ezért már kialakult egy párbeszéd annak érdekében, hogy melyek azok a jogszabályok és jogszabálycsomagok, amiket a jövőben össze kell állítani ahhoz, hogy ez elindulhasson. Ebben mind az Agrárkamara, mind a Földművelési Minisztérium, mind a miniszterelnökség, mind pedig civil szervezetek, mint a kisléptékű termékelő által országos érdekvédelmi egyesülete részt vesz, és aktívan dolgoznak ezen. Azt is el lehet mondani, ami az elmúlt időszaknak a nagy eredménye, hogy megjelent Magyarországon a jó higiéniai gyakorlat, ami egy legalább 3-4 éves munkának az eredménye, és az Európai Unió is elfogadta azt a higiéniai útmutatót, ami most megjelenhetett a szaktárcának, az agrárkamarának és a civil szervezetnek a segítségével.
Az idén ötesztendős Pázban és Pájz Egyesület is sokat tehet azért, hogy például Székesfehérváron a biópiac, a termelői piac működhessen. Azt hiszem, hogy ez a páros remek párosítás. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy milyen jövőképe lehet egy termelői piacnak. Segítek elően az Agrártárca, illetve a miniszterelnökség, hogy ez a rövid, bizonyos rövid élelmiszerlánc ez megvalósulhasson. Mi is nagy várakozással tekintünk az új pályázatok elé, és én is éppen azért vagyok itt most Pázmándón, hogy szeretném ennek a továbbképzés keretében megismerni a pályázat részleteit. A Pázmándi és Pájz Egyesülettel pedig szinte a kezetek óta jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, elnök úr, a Kratancsik Laci is, ami mostra konferenciáink rendszeres résztvevője, Pázmándi árusok voltak már több piaci rendezvényünkön, tehát úgy lépésről lépésre az 5 év alatt segítjük egymást, próbálunk tapasztalatokat gyűjteni, és ezeket a tapasztalatokat kicserélni. Most ez a pályázat talán egy új lehetőség arra, amiből eddig kimaradtunk Fehérváron, nevezetesen, hogy végre pályázni tudunk piacfejlesztésre. Eddig azért nem voltak sikeresek a pályázataink, mert a LIDER pályázatok keretében azért estünk ki, mert egy 100 000-es ipari városban működik a mi termelői piacunk. A városi infrastruktúra telepítő pályázatok keretében pedig azért estünk ki, mert mezőgazdasági célú a mi tevékenységünk. De most végre egy olyan pályázat jelenik meg, ahol kistermelőkkel, őstermelőkkel együtt egy piacszervező, egy civil egyesület együttműködve tudja az értékesítés feltételeit javítani várhatólag. Szombaton ismét benépesült a Manó Vendégház, 5. születésnapján a pázmándi termelők portékáit kínálták eladásra az ünneplők. Jó itt körülnézni a Manó Vendégházban. Én azt hiszem, hogy Kerkuscsa Csaba jobban nem is dönthetett volna, amikor ebből a kicsiny pázmándi lakhelyből, házból egy ilyen közösségi teret varázsolt. 5 éves a Spájz Egyesület, ez nagyon-nagyon fontos dátum mindenkinek, hiszen megerősítetett, hogy igenis lehet közös összefogással nagyszerű dolgokat csinálni egy kis településen is. Igen, hát a vendégházat 9 éve nyitottuk meg, és a legelső vendégek közvetlenül mindjárt Németországból érkeztek, és megkérdezték, hogy reggelire hol tudnának venni friss tojást, esetleg sonkát, kalbászt, zöldségeket, és megkerestem itt a környékben a szomszédokat, termelőket, hogy esetleg ilyen lehetőség van-e, és pár vendég után átfordult a dolog, a helyi termelők kerestek meg, ugye a vendégkönyvbe beírta a vendég, hogy ízlett a tojás, meg a sonka, meg a zöldségáru, és a következő vendég már automatikusan kereste magát a terméket, és tulajdonképpen ebből alakult ki egy jófél év alatt a Pázmándi és Pájz Egyesület. Összefogtuk a termelőket, és próbáljuk a termékeket és a termelőket reklámozni, és értékesíteni a portékájukat. Ennek a történetnek íve van. Íve van azért, hiszen most már szerte a megyében ismerik az Egyesület termékeit, és ha itt körülnézünk, akkor látjuk. Elkezdett népszerű lenni a házi készítésű termék, nyilvánvaló. Itt olyan portékák vannak, amik szemnek és ízre is biztosan tökéletes. Van nyilván sok jelentkező, de hogy van a tagság, hogy vannak az őstermelői viszonyok mostanában? Igazából 21 néhány őstermelőnk van, tehát itt a kézműveseket is beleszámítva, tehát van sajtosunk, lekvárosunk, méhészünk, több is, tehát nagyon jól megfér egymás mellett a két méhész is, és több lekváros is van aki különféle eljárással készít, nem egyformán készítik ugyanazt a lekvárt, és azt kell mondjam, hogy zömében pázmándiak, elsődlegesen, illetve kicsit bővítettünk, hagytuk, hogy a környező településekről, Verebről, Kápolásnyékről is van már termelőnk, mert olyan termékekkel jelentek meg a palettán, ami nekünk éppen nem volt, és felvettük őt természetesen. Mi a fejlődés záloga? Mi az alapja? Hiszen nyilván, aki az 5. esztendőt ilyen míves ünnepséggel tudja megünnepelni, annak vannak tervei. Igen, terv az, hogy ezeket a rendezvényeket is szinten tartani, ezeket is tovább folytatni. Tehát minden évben kell 2-3 ilyen nagyobb volumen rendezvény, mert az árusaink rendszeresen eljárnak termelői vásárokba, kirakodó vásárokba, a portékákat meg lehet venni, de ez egy kicsit annál talán annyiból több, hogy színes programokkal, műsorokkal, bemutatókkal várjuk az érkezőket, és nem csak a portékát, hanem magát az egyesületet egy kicsit belsőségesebben is megismerik. Egy ilyen nap, egy ilyen vásár az ünnep, viszont ehhez nagyon sokat kell dolgozni a hétköznapokon, hogy valódi ünnep lehessen.
Hát igen, azért ebbe az Egyesület minden tagja beletette a lehetőség szerint a legtöbbet. Hát itt nagyon sok munka volt előkészületek ezzel, de szívesen csinálják, mert azt hiszem, hogy körülnézünk, akkor látni, hogy van értelme. Beszéljünk a kecske sajtokról. Azt hiszem, hogy ez egy olyan míves termék, amit most megint csak keletje van. Honnét jött a gondolat, és hogyan készülnek ezek a fantasztikus sajtok? Hát igazából úgy kezdődött, hogy az én fiam az nagyon szereti a sajtot. Ez 5 évvel ezelőtt volt, és akkor egyet gondolt, hogy na, akkor megpróbál kecsket tartani, és akkor csinálunk sajtot. Tehát ez igazából 2012 óta indult, és most 15-be kezdtünk el igazából sajtot készíteni, azóta eladásra készítjük őket. Látom, hogy egyre több fajtát kínálnak. Van keletje a kecske sajtnak? Hát megmondom őszintén, hogy még nagyon idegenkednek tőle. De azért van elég sok olyan vendég, vagy viselt vásárló, aki nagyon szereti a sajtot, és akkor ők vásárolnak jobban. Próbálok reklámozni, hogy hát hogy milyen finom, meg egészséges, hát bízunk benne, hogy azért majd egyre többet. Mi a titka a kecske sajtnak, hiszen látom, hogy itt számtalanféle készül. Honnét van a recept? Hát a receptkönyvekből van. Nagyon sok könyvünk van, amiből ugye megnéztük, eltanulmányoztuk, és akkor végül is utána már a saját ízlésre alakítottuk. Ugye maga az alaprecept megvan, de a többit már a saját ízlésünk szerint készítjük. És akkor ugye a fűszerekkel ízesítjük, de igazából a natúrt szeretik legjobban. Mindenki azt mondja, hogy a natúr az a legjobb, és akkor fogyaszt hozzá más valami zöldséget. Azzal, hogy Magyarország a legnagyobb méztermelő Európában, nem mondtam még semmit, de tudnunk kell, hogy a magyar méz egészen kiváló. Miként kezd valaki hozzá a méhészkedéshez, és mi mindent kell tenni azért a hétköznapokon, hogy egy ilyen méves portéka kerülhessen ki az asztalokra? Kell szeretni a méheket elsősorban, kell szeretni a természetet, és ezáltal összejön ez a remek portéka. Én úgy kezdtem méhészkedni, hogy belecsöppentem. Szó szerint ilyen ismeretlen volt számomra a méhészet. A testvérem kapott családokat ajándékba, és olyan allergiás, hogy nem bírta a méhszúrásokat, kórházba került, és így a nyakamba szakadt az egész, és én így megszerettem ezt az egész méhészetet, a természetet. 25 éve vagyok méhész, 10 éve vagyok okleveles méhész, és azóta én nekem ez ilyen életforma gyakorlatilag. Nem főállásba csinálom, mellékállásba csinálom, csak a természet és a méhek szeretetéből. Hány családdal gazdálkodik, illetve hadd kérdezzem meg, hogy itt azért ez jó környék, hiszen van legelő bőven. Elég jó környék, nagyon sok fát kivágtak, inkább a szántókultúra az, amikor a méhekkel lehet dolgozni. Ilyen állóméhészet az nem nagyon marad meg, inkább vándorolni kell velük. Ha vetnek olyan kultúrát, akkor nem kell elmenni, de azt ilyen vetési formákba vetik, nem minden évben van mézelő növény, akkor menni kell tovább. A fő méz az az akác, az van itt a körzetben is, de inkább el kell menni nagyobb erdőkbe, mert nem annyi nincsen. Ki vannak öregedve itt a fák, megújítás nincsen, egy nagyon minimális van, de az még nem jó. Jó ránézni erre a pultra, és akkor kiderül, hogy egy igazi törömetszett háziasszony, aki gondolkodik, mi mindent képes varázsolni nekünk, ha úgy tetszik, vagy a családjának, vagy mindenkinek, aki szereti a legkülönbözőbb növényekből. Mutassa be ezt a kínálatot, hiszen ez egész egyszerűen fantasztikus. Körülbelül 50 féle terméken van, minden saját termelésből, zöldségek, gyümölcsök, és ami megterem a kertemben, azt igyekszek mindent üvegbe tenni. Úgyhogy vagy szörp lesz belőle, vagy lekvár, mártásokat és savanyúságokat is készítek, befőtteket. A családom nagyon szereti, én magam 27 éve háziasszonykodom, azóta mindig is tettem el. Az utóbbi években kistermelőként sokkal több féle fajtát. Hát tényleg mindenkinek az örömére, mert a családom nagyon szereti.
Mennyit változtak mostanság a fogyasztói szokások? Van keletje ezeknek a különlegességeknek? Azt gondolom, hogy van. Sajnos elég rohanó világba élünk, és szeretik az emberek azt, hogyha hamar, gyorsan tudnak valamit készíteni, és az asztalukra finomság természetes dolog kerül. Én a magam részéről tudom garantálni, hogy ezek a termékek, ezek igazából a magvetéstől, tehát én és a családom, mi palántázzuk, mi nevelgetjük fel őket, és hogy garantáltan kerti dologról van szó. Nincsen benne tartósítószer, annyit jelent, hogy reméljük, hogy bizalommal fordulnak hozzánk, és szívesen kóstolják meg a termékeinket.